Mén Főcsanakon tartott választási fórumot a Jobbik, ennek fő témája a devizahitelesek megsegítése volt. Több tízezerre tehetjük azoknak a családoknak a számát, akik feje fölött bizony ott lebeg az, hogy akár elveszítik a házukat. Így Győr-Moson-Sopron megyében is minimum 5000-re tehető szám, 5000 családot minimum érint Győr-Moson-Sopron megyében ez a probléma. Ugye mi itt a Győri Jobbikkal és a Győr-Moson-Sopron, ugye a Jobbik szervezetek már tüntetéssel is kívántuk felhívni a figyelmet. Körülbelül egy hónappal ezelőtt a Raiffeisen Bank épülete előtt próbáltuk a győriek és a még nagyobb Győr-Moson-Sopron megyei közösségnek a figyelmét felhívni arra, hogy ez nagyon nagy probléma. Nem csak annak a probléma, akinek devizahitele van, hiszen az egész devizahitel kérés sújtja a magyar gazdaságot, tehát kihat azokra az emberekre is, akik nem rendelkeznek ilyen hitellel. A Jobbiknak van választási programja, hangsúlyozta Z. Kárpát Dániel. Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy ebben szerepel a bajba került devizahitelesek problémájának megoldása. A mi megoldási csomagunk nagyon egyszerűen tevődik össze. Felvételkori árfolyamon forintosítatnánk a hiteleket, így módon mindenféle kamatból és árfolyamból adódó játszadozást kiiktatnánk a rendszerből. A szennyező fizet elve alapján visszahárítanánk a bankokra az általuk okozott veszteség nagy részét, emellett az érintett bankokat egy kártérítési alapba köteleznénk befizetésre, ahonnan azokat a károsultakat tudjuk kártalanítani, akik az indokoltnál már többet fizettek be, hiszen ilyen is lesz nagyon sok. Mindemellett a kilakoltatási moratóriumot addig írnánk ki, amíg az egész problémakör meg nem oldódik, tehát határidő nélkül, és abból sem csinálunk titkot, hogy a végrehajtói szakágat is felül kívánjuk vizsgálni, állami ellenőrzés alá kívánjuk vonni a rendszert. A politikus szerint az önálló bírósági végrehajtókra sok a panasz, mert feleslegesen és jogtalanul zaklatják a hitelkárosultakat. Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy segítség lenne a devizahitelesek számára az illetékmentesség, valamint a családi csőd bevezetése.